Jó reggel, Vietnám! Üdv a csatornán! Képen jelentkezik a következő csodálatos Profession Farming játék következő részével, ahol még mindig az oktatóanyagba fogunk tevékenykedni, mert meg kell tanulnunk teljesen azt a játékot, és mindenképpen lesz ebből egy normális sorozat is, ahol megpróbálunk gazdálkodni, majd nézek hozzá modokat, egyébként vannak traktormodok, meg még ráadásul plusz állatokat lehet berakni, meg plusz eszközöket, úgyhogy egy csomó minden már utána nézett a képer, erről majd lesz külön rész is. Egyébként igen, van ilyen sandbox mód, meg karrier mód, úgyhogy, de először szerintem végig kellene nyomnunk ezeket a oktatóanyagokat, hogy megszerezzük a T-kategóriás jogosítványunkat, ugye. A következő dolog, amit kellene csinálni, az nem más, mint a kukorica 2 elvileg. Ó, ez valami másfajta vetés, várja, ez volt. És van egy másik fajta. Hogy olyan vetőgépet fogunk most használni, ami elvileg műtrágyáz, és erre rohadtul kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog működni így a játékon belül, mármint ezen a játékon belül, nem a farming szimulátoron belül, és egyébként nagyon bírom azt, hogy tök jó kis diskurzus alakult ki a komment szekcióba ezzel kapcsolatban. Hát néhányan nagyon ragaszkodnak ahhoz, hogy jó, hát ez azért a farming szimulátor az sokkal jobb. De nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogyha valaki a farming szimulátort mondja, hozza ki jobbnak, és ezek vélemények, oké, ezek nem tények, ez olyan, mintha azt mondod valamire, hogy a Lada a jobb, vagy a Skoda a jobb, vagy pedig azt mondod, hogy a csoki fagyi a jobb, vagy pedig a nem tudom, másfajta fagyi a jobb, ez egy vélemények, úgyhogy nyugodtan kifejtheti bárki, és mindenkinek lehet véleménye, csak kíváncsi vagyok, hogy mik az indokok. Ugye, hogyha mondasz valamit, hogy például nekem azért tetszik jobban a Lada, mert az ekkora köpcenti, meg ekkora lóerő, másiknak meg azért tetszik jobban a Skoda, mert nem tudom, kényelmesebb az ülése, úgy fejtsétek ki nyugodtan a véleményeteket, nagyon kíváncsi vagyok. Én is ugye ezt teszem folyamatosan itt a videó keretein belül. Na. Indítsd el az oktatóanyagot. A vetéshez döntő fontosságú megfelelő időpont, ez szerintem ugyanaz, ugye gyerekek, ez ugyanaz, mint az előző, de egyébként nem ugyanaz a tutoriál. Jó, kezdés. Nyomjunk egy kezdést, elvileg most másfajta gép van rajtunk. Igen, most egy olyan van, amelyik már egyből mindent is csinál. Na. Igen, ez még mindig ugyanaz, mert ugye ott tudjuk megvenni a dolgokat. Egy kicsit ilyen borúsabb az idő, vagy nem tudom, olyan fura. Oh yeah, oh yeah! És akkor ebben műtrágyát is kell vennem már, vagy mi van? Most a vetőmag részleghez, jó, igen. Igen, mivel ez egy műtrágyaszóró vetőgép kombináció és két gépből áll, a vetőgépet kifejezetten ennek figyelembe vételével kell kiválasztani. Ah, mi van? Oké, és akkor ki kell választanom? Várja, nem, szerintem nem jó helyen állok még, ugye? Aha, most jó. Most jó lesz szerintem. Nem, ki kell választanom. A vetőgép, igen, van egy az, hogy vetőgép. A bájtott maximális rakodási mennyiség, igen, 800 liter érték fölé van bájtva, mennyiség szükséges, oké, jó, ez legyen akkor. Akkor ebben 800-at, belső elegendő kukoricát. Ugyanúgy kukoricát fogunk vetni, de most egy másfajta géppel, ugye megtanít minket arra, hogy hogy tudjuk megcsinálni azt, hogy egyből műtrágyázzunk is, mert hát ugye itt tényleg, meg az is tök jó meg van csinálva, hogy ugye olyan vetőmagot kell venned, amilyen kell a gépbe. Hát, hogy az anyámba vált, ugye a farming szimulátorban úgy van, hogy betöltesz akármilyen magot, és akkor válogathatod, hogy nekünk most például kukorica kell, akkor kukoricára váltunk. Hát azért érdekes lenne testvérem, hogyha ez így működne. A valóságban is, itt kiférünk, köcsön. Kicsit keményen nyomom a dolgot. Ott van egy, az NPC-kre majd kíváncsi vagyok, hogy mennyire változatosak, meg ilyesmi. Figyeljétek, én nyomok egy ilyen dupla T-t. És akkor így veletjük ki, jó? Hát jó, várjál, nézzük meg külső részletbe. Jaj, egy docsal vagyunk most. Egy kicsit pörgetem jobban, ezt észrevettétek, mármint hogy dinamikusabban próbálom pörgetni a tutoriálokat, mert nagyon már sokan azt írjátok, hogy hú, már játszunk vele normálisan, mindenképpen fogunk vele, mindenképpen egy sorozatot akarok ebből csinálni, csak ugye ezeket meg kell tanulni, ugye nem véletlenül van ez a rettenetesen hosszú tutoriál sorozat, mert hát igazából fogalmat se lenne, hogy ezzel mit... Várjál, té?
Okay. Fogalmat se lenne, hogy hogy tudod elvégezni ezeket a munkákat, ha egyszerűen nem tanulod meg, mert ez itt gyerekek melegen van, bazza, ki kéne nyitni, nem tudom, ki nyitni, de ki tudom. És itt máshogy van, ugye minden traktornál máshogy van, ugye itt például nem, nincs elúszható, hanem így tudod billenteni. És ez is tök jó meg van csinálva, hogy nem egy ilyen egy kaptafára készült ez az egész. Hát mindenhol máshol vannak a kezelőszervek, gyerekek, meg minden. Hopp, mi? A ma bevezett tervezett szántóföldet még nem művelték meg. A Hammer Corking integrált nemezekkel rendelkezik, és a vetőgéppel együtt egyszerre végezheti a talajlazítást és vetést. És ez tök jó, hogy így elmagyarázza, hogy tényleg így tisztába tudsz lenni ezzel a dologgal. Oda még ott egy nőci. Ez milyen lazán ment. Nagyon, ezekre is kíváncsi lennék, ezekre az NPC-kre, hogy van-e bármilyen reakciójuk. Mit tudom én, ha mennek át az úton, ha rájuk dudálok, akkor elfutnak. Vagy ilyesmikre kíváncsi vagyok. Várjátok, autóra ráijesztés. Micsoda? Ne! Valaminek neki durrantott, hallottátok? Az valamivel karambolozott az előző, volt egy ilyen nagy csattalás. Nagyon tetszik. Nagyon bejövős gyerekek. Jó, várjál, itt megyünk ki. Jó, egy picit pörgősebbre veszem a dolgokat. Várjál, ide kell, igen, ide kell. Jó, és akkor mit kell csinálni? Hagyj ki a berendezéseket. Oké. Okay. Ez a szántóföldhöz. Ó, megjöttünk testvéreim, ezt felhallgatom, érdemes tolni egyébként, mert rettenetesen jók a géphangok. Oké, okay, engedd le a berendezést. És külön kell bekapcsolgatnom mindent itt? Indítsd be a vetőgépet, nem, egyszerre kell. Végezz az első soron. Ugye itt úgy van, hogy ez konkrétan ez csak egy szántott terület, tehát nincs kultiválva. Lehet, hogy nincs bekapcsolva az összkerék meghajtásom, de jó, oké. Okay. Frankó. Igen, és akkor ezzel egyből tudunk vetni. Hát ugye ezt mindig ezt szoktuk alkalmazni, ugye a farming szimulátorban is az egy nyilván egyszerűbb művelet. Bár ugye nem tudom, hogy hol van föltöltve, ugye még csak kukorica mag van benne. Hát lehet, hogy a műtrágyázást ugye azt most nem erőlteti, hanem csak meg akarja mutatni ezt a gépet, hogy van egy ilyen is, hogy tudunk vele kultiválni is. Nem féltetlenül kultiválni, inkább magágy előkészítés, és nagyon jó használja ez a játék ezt a kifejezést. Végezd el a metést az első soron. Igen. Jó, hát jól néz ki, tetszik. Szuper. Ugye ez már egy, ez egy vontatott eszköznek minősül? Ugye ez nem is félig függesztett, meg nem is függesztett, hanem ez egy vontatott? Vagy ez függesztettnek minősülő? Nem is a három pontosra csatlakozik, tök jó. Gyerekek, mezőgazdálkodni tanulunk, beszarok neki, komolyan mondom. Oké, okay. Állítsd meg a vetőgépet, emeld fel a berendezést. Oké, okay. Megyünk a következő sorra. Itt ennek egy nagyobb fordulókör kell erre. Ezt lehet, hogy egy kicsit elcseszte a keeper. Uh-huh. Az még szerintem pont elfér. Aha, jó, elfér, jó. És nézzétek, benn maradtak a keréknyomok, nézd, a vetőgépnek a keréknyomai ott a talajba, mert ugye az a vetőgép, bassza, rendesen rángatja a gépet, figyeld már. Oda néz így. Így rendesen így, mint a, tudjátok, amikor így zuhog. Na, álljunk rá normálisan. Széttiprom itt a talaj csak. Oké. Okay. Nyomok egy kéziféket, mert különben elrángott minket az a nagy dög. Leengedjük, és bekapcsoljuk. Oké, okay. Végezzel a második sort. Engem ezek a keréknyomok már megvesznek, komolyan mondom, meg van funkciója. Ugye a Farming Simulator 25-ben mondták, hogy lesznek keréknyomok, de gyakorlatilag ilyen, igazából nem ilyen talajdeformáció lesz, hanem mondhatni, hogy
régi keréknyomokat, a régi keréknyomok, amik csak textúrák voltak, azokat cseréli ki egy ilyen scriptelt kettő vonalra, mint hogyha azt ugye így letapostad volna a földet. Annyi változás lesz. Nem lesz olyan, hogy például tökig el tudsz süllyedni a sáros talajba, ugye itt az van. Ugye most azért süllyedünk el ennyire, mert ez a talaj ez nem kifejezetten sáros. Ez egy ilyen közepesen száraznak mondható szerintem, de egyébként meg is tudod nézni. Csak elfelejtettem, hogy milyen gombbal, hogy oda mész a talajhoz, és meg tudod nézni, hogy mennyire nedves, mennyire meleg. Ugye fontos, itt nem az van, hogy évszakok meg vannak adva, mikor kell vetni, hanem ugye meg kell nézni az évszakon kívül természetesen, meg kell nézni, mennyire a talaj, mennyire, milyen hőmérsékletű. Nyisd meg a földterületek menüt, hát ez konkrétan hasonló ez a dolog. Ugye, várjál, nem ezt. Földterületek, birtokolt, így. És akkor ugye itt ezzel látjuk, hogy mi van bevetve. Jó, zárd be a menüt, F1, ezt már tudjuk. Ennyit kell tudnod. Végre van, vezetésre folyamat. Ki is hagyhatod a hátra lévő munkát. Kihagy. Oké, gyerekek, szuper! Fejezd be a bemutatót. Az eredmények önmagukért beszélnek. Aha, jó, a kukorica néhány nap alatt kihajtott, és szépen fejlődik tovább. Meg is kell trágyázni a növényeket, nézz utána, hogy ez pontosan a műtrágyázás kategóriába. Jó, ezt befejezzük. Juhú, gyerekek, jön a következő ám. Jön a következő. Ja, hát ez igazából hasonló volt, mint az előző. Annyit mondott el ugye, hogy vannak ilyen gépek is. Viszont ez tök jó, mert egy az, hogy a mezőgazdasághoz kezdesz konyítani, még hogyha tényleg ilyen fotelparaszt, nagyon jó kifejezést használt valaki. A komment szekcióban mondta, hogy hát a fotelparasztoknak az elég a farming szimulátor is, mert igazából ők csak azt akarják, hogy így termelnek, de hogyha a reális szimulátor jelleget akarsz, akkor meg lehet, hogy ezzel kell inkább egy picit. Ez az útmutató a gobona, pontosabban a nyári búza vetéséről szól, mint minden más vető magtípus esetében nyári búzát is az... Igen, szövetkezetnél kapsz, amelyet február és március között kora tavasszal kell elvetni. Ma a boronálást és a vetést egy Lenken Zirkon 8 és egy Lenken Szafír 7 segítségével végezzük. Hát ezt nézzük már meg. Baze. És ezt így külön gépként kezeli, hogyha egybe vannak a dolgok? Nem tudom, ez hogy van. Ja. A Zafír 7 a magokat a talajba helyezi külön sorokba egymáshoz közel. A vetéshez a Zafírt először fel kell tölteni maggal. Oké. Okay. Ez egy függesztett eszköz, ugye? Jó, és megint ezzel a docccal vagyunk. Na. Pörgessük gyerekek a dolgokat. Hoppá. Igen, és ugye most nyári búzát rakomány kiválasztása, búza, ugye? Jó, a munka elvégzéséhez nagyjából teljes kapacitásra szükség lesz, ezért töltsd fel teljesen a vetőgépet. Oké, okay. Vásárol elegendő búzát. Ugye nem is muszáj feltöltenünk teljesen a vetőgépet, mert ugye utána ki kell rakodnunk. Hát nem úgy van, mint a Farming Simulatorban, hogy gyakorlatilag váltogatott közte, tehát akkor van benne búza, akkor nem az van, hogy elmegyek árpát is vetni vele, hanem tényleg akkor ki kell rakodni, el kell menni a farmra, és akkor zsákokba ugye ki kell szedni raklapokra a magot. És akkor utána bele tudod rakni a másikat, meg hogyha gondolom van több fajta, akkor ezt tudod úgyis csinálni. Meg ugye gondolom lehet venni magokat is. Na, a 46-osra kell mennünk, 0,6 km, 600 méterre van, szóval Isten nincs messze. Főúrvonaltábla, nekünk lesz elsőbségünk. Hoppá, ott egy néni, már megint, lehet, hogy az már volt is. Ha jó fele megyek? Várja. Nem jó fele mentem, baza. Jó, most egy kicsit... Cigány módon toljuk, átjöttünk itt. Itt is letiportuk a füvet, vajon? Ho-ho-ho-ho! Várjál már. Nem kell elütni. Rá kellett volna dudálni gyerekekkel, kíváncsi lettem volna. Bár szerintem azért ez nem GTA, valószínűleg nem lehet elütni az embereket, de azért mindenképpen meg fogjuk próbálni, ugye? Egyébként arra is mehettem volna. Várjál. Nem, már van gyerek, gyerekek. Várjál. Van gyerek, gyerek. Hát általában vannak gyerekek a játékokban, vagy a valóságban. Van gyerek. Na mi az?
Igen, azt írja, hogy igen, ezzel a jármű kombinációval két munkafázis is elvégezhető. A Zircon 8, amely egy boronnak közvetlenül a traktorra van rögzítve, forgó kapákkal rendelkezik, amelyek előkészítik a magányat és lehető legmorzsásabbá teszik a vetőmag tökéletes csirázási körülmények kialakítása érdekében. Milyen lazán megy az a nő? Mi ez a hang? Tudom, mi ez a hang? Olyan, mintha valaki túráztatna valami gépet. Na, igen. Ja, hogy? Ja, hogy ez tényleg két külön eszköz. Nézzétek meg, hát itt van egy ilyen talajlazítószerűség, és gyakorlatilag így össze van kapcsolva vele. Még egy. Halljátok, ilyen nevetgélés hangok, meg minden ilyen városi hangok vannak. Mintha játszótéren játszanának. És akkor mögöttem van maga a vetőgép, ez rohadt jó. Valószínűleg nem lehet szétkapcsolni, de ugye így tervezték meg a gyárba, hogy ez két külön eszköz van összeszerelve. Na, csapjuk neki. Tényleg ilyen izé hangok voltak, amikor már kiszálltam ilyen, mint amikor játszótéren játszanak a gyerekek, meg ilyen hangok. Ujj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  De egyébként élvezhető, meg ugye nem a városba fogunk dolgozni. Nincs egy erőgépem, úgyhogy valószínűleg nálatok lehet, hogy jobban fog futni. Nekem egy 1080 VGA-m van, GTX 1080-on, meg egy Ryzen 5-öm. Mi is oda BMW, vagy mi az a gyerekek? No, várj, hova kell menni? Már most meg nem tudom. Jobbra. Ugye itt is vagyunk. Olyan szinten rángatja a traktort ez a rohadt nagy függesztett dolog, hogy ez őrület. Na, búzát vetünk, ezt is meg fogjuk tanulni, és folytatódik utána a kaland. Hallod, rendesen így rángat mindent ez a gép. Ugye itt volt a föld ott, jó. Nagyszerű. Hajtsd ki a munkagépet X-el. Ezt meg akarom nézni, hogy ez hogy működik. Ha látod, a izét leereszti mögé. Külön ereszti le a vetőgép részét. Tök jó. Mert ugye a maga a kultivátor az rajt van a traktoron, látod? És gyakorlatilag a következőt, ugye a vetőgép részt, azt ereszti csak le. Jó. Oké. Indítsd el. Szuper. Engedd le. És ott pörögnek a izék, ott pörög, figyeld. Rohadt jól meg van csinálva, várja belülről, nem látja, belülről nem látni. Végez az első soron. Oké, és látsz, mindjárt végzek az első soron. Az nem tudom mekkora gépigénye lesz ennek. Mindjárt ránézünk, hogy... A gyerekekkel ez kéri a kakaót, kellene neki egy összkereket kapcsolni, nem rögzítőféget. Hol lehet az összkerék meghajtás kapcsolója ezen, gyerekek? Valaki tudja, ha ismeri a docokat? Lehet, hogy akkor bekapcsoljuk így. Ah, mindjárt jobban muzsikál. Mivel a magányért elsősorban a Zircon felelős, a többi fontos talajművelési munkát előtte be kell fejezni. Erősen tömörített talaj esetén még mindig ajánlott egy munkafázis, például szántás beiktatása. Ez a lépés lehet hagyni könnyű, laza, porhagyos talajon, a föld lapotától függ. Ja, az a lényeg ugye, hogy nem feltétlenül tudsz egyből mondjuk a... Nem úgy, mint a Farming Simulatorban, hogy fogod, aztán... Fú, bazza, itt emelkedő van, te! Itt azért kikapcsolnám az összkereket, szerintem itt lekotlana a gép. Már most érzem. Na, az a lényeg, hogy nem úgy van, hogy learatod a talajt, azt instant ugye bele tudod egy ilyen vetővel csapni. Oda nézzetek, rúg minden isztó! Egy ilyen vetőbe bele... Kíváncsi lennék, elásnál magát. Fú, gyerekek, kár, hogy kapcsoltam összkereket. Kíváncsi lettem volna, bássa magát. Ott egy őz. Abban, hogy pont nem látjuk, hogy elfutott, de szerintem egyébként reagált ránk. Emelt fel. Kapcsolt ki. Ja, meg arra kell figyelni, hogy konkrétan gurulok vissza, hát mint a valóságban, ugye? Fordulj rá a második sorra.
Most ilyen egyévesen fogok fordulni, mert van bőven hely, nem tök a részünk. Ja, mert ugye a Farming Simulatorban egyszerűen úgy működik, hogy bele tudod a tarlóba vetni a... egy ilyen géppel kapásból, nem kell semmit talajművelni, de ami a valósághoz annyi köze nincsen. Mert hát kell talajművelni. Oké, végezom. Jó. Verjük neki, gyerekek, verjük neki. Hát itt meg az összkereket simán kikapcsolhatnám, ugye? Úgyhogy ezt ki is fogom kapcsolni. Ez az, kikapcsoltuk. Hát lefele megyünk és érezni a fizikán, figyeld milyen könnyen viszi. Nem pörög a gép, nem szenved, nem rúgnak a kerekek, hanem konkrétan lefele gurul szinte. Áááá, gyerekek, hát gyönyörűséges, hát nem hiszem el. Meg maga a fizika a lenyűgöző. Lehet, hogy amikor így nézed, akkor nem is annyira veszed észre. De érzitek, hogy így lefele szinte motorfékkel kellett majd, hogy nem gurulni ezen a lejtőn lefele? Fölfele meg úgy szenvedett a gép, konkrétan alásta volna magát, hogyha szerintem nem kapcsolok neki egy összkerék meghajtást. Hát meg ugye tényleg ez úgy van ebben a játékban, hogyha esik az eső és akkor mész rá, kombájnnal vagy akármivel elakadsz. Szóval nekiállhatsz, megpróbálod te, de igazából nem biztos, hogy sok értelme van. Meg szerintem figyelni kell a nedvesség tartalomra a gabonánál is, amikor aradsz, tehát nem lehet eső után, amikor szarrá van ázva, akkor egyből búzát aratni, mert, hanem meg kell várni, míg megszárad. És azt gondolom függ a hőmérsékletektől, meg a páratartalomtól, mert ugye itt minden is le van modellezve. Itt tényleg az van, hogy le van modellezve, és nem csak díszlet. FS 25-ben úgy érzem, hogy díszletek a dolgok. Mi ez? Földterületek menü, vető, meg térkép, ellenőrizt. Igen, ellenőrzöm, azt már tudjuk. Jó, gyerekek, ez belágja a szánkba, nem véletlenül. Hogy ugye ezeket nézzük meg, tanuljunk meg. Igen, az le van, meg van csinálva, bezárjuk. Oké, és akkor ennyit kell tudnod, jó? És akkor ezt kihagyjuk. A vetőgép nem teljesen üres, a fennmaradó vetőmag a gazdaságban tárolható későbbi felhasználás céljából. Állítsd le a szerelvényt. Oké, emeld fel a szerelvényt. És vezesse a gazdasághoz. Oké, vezetek a gazdasághoz. Az is tök jó egyébként, hogy automatikusan a GPS mutat mindent. Meg ugye te is be tudod magadnak állítani. Jó. Jó. Na küldjük neki gyereket, megpróbálom a végsebessége járatni ezt a gépet. 43-44-en szépen elketyeg. Nem tudom hány kilométerre van a gazdaság. Ott le kell gyorsan pakolnunk és remélem valami új dolgot fogunk kapni. Itt van valami üzlet, nem? Aha, itt van a bolt. Itt lehet menni traktorokat. Konkrétan ott vannak a klasszok. Ki vannak állítva. Arra kíváncsi lennék, hogy a parkoló autókat is odébb lehet elökni, meg ilyesmi. Hogy mennyire csinálták meg a fizikát. Egyébként rohadt veszélyes ezzel közlekedni egy ilyen, nem? Mert kb. Így tényleg rángatja a traktort. Hát, hogy nyomok egy ilyen kettőtét. Nem tudom miért érződik so... Az, hogy súlya van a gépnek. Nem tudom, de nem tudom megmagyarázni, de marha jó. Az összes tyúkbél látszik ott hátul. Az összes hidrolikacső, levegőcső, minden. Ja, az elsőséget azt nem igen adtuk meg, ugye? Na, mindjárt lepakolunk. Tudjátok, mire vagyok még kíváncsi? Az éjszakára. Ugye nagyon be van harangozva az, hogy milyen jó kis dinamikus fények vannak. Az új Farming Simulator 25-ben tudjátok, hogy tök sötét van, és akkor lámpafény, meg hogy tényleg úgy viselkednek a fények, ahogy a valóságban, de természetesen
nem raytracing, hanem valami más megoldással. Na igen, és akkor vissza kell oda fordulni, megint ki kell pakolnunk. Ugye van, traktoroknak meg van adva még a fordulóköre is itt a boltnál, és ez is eléggé fontos tud lenni. Jó, nyomjunk egy startot. Oké. Okay. Kirakodunk gyerekek, ilyenkor annyira nem akarok más kiszállni, mert ezelőtt is a szelcsesződött, de viszont ezt a villogót, ezt kikapcsolja a keeper. Jó. Nézzük, hogy hol vannak a dacban izék. Vagy a dacban a dolgok, aztán akkor azért később tudni fogom. Mert itt sokkal élvezetesebb, mondjuk ez a rögzítőfék, ugye, ez tök jó. Ugye egy P betű, aztán így le kell nyomni, vagy fel kell húzni, nem tudom pontosan. Nem tudom, hol vannak a, ez mi, az a rádió. Oho! Megkülönböztető jelzés. És akkor itt vannak végig a lámpák, figyeld. Ez rohadt jó. Ne, figyeld, 23 fok. Klíma. Ezt, én nem tudom elképzelni, hogy nem működjön. Figyeljetek meg, hogy ja, nem 23 fokra van állítva, akkor az igazából sok minden nem lesz. Nem tudom, hol az összkerék meghajtásnak a kapcsolója. És hogy bejönnek a hangok, nekem az is tök adja. Nem tudom, az összkerék meghajtás kapcsolóját én egyszerűen nem látom. Na. Bazza, meddig tart ez az ürítés, gyerekek? Elviszi itt az időt, ez öcsém. Hát ez rettenetesen lassan. Ja, gyakorlatilag kipakoljuk a zsákokból a cuccot, ugye? Várjál. Egér. Az vágott, hogy egér hangok vannak a játékban? Hogy itt a pajtánál így cincognak az egerek? Tudod mi? Ez... Ja, itt van négy raklapunk van. Aha, ez a négy raklap. Ott lehet kiválasztani. És akkor ki tudod választani, hogy melyik raklapon akarod tárolni. Érted? És cincognak az egerek, beszarok. És milyen tükröződések? Miről beszélünk? Mondjuk jó, nem. De viszont jól néz ki ez. Várjátok, kapcsoljak már egy világítást. Első munkalámpák. Ja, hogy azok a picik azok, igen. Távolsági. Tompitott. Ó, pont most végeztem ezzel. Hát, ja, van ott fénypászta, majd kíváncsi leszek. Na, folytatás. Nézzük meg, mi történt a vetett búzával. Az eredmények önmagukért beszélnek, a búza kihajtott és szépen fejlődik. A további ideális növekedés biztosítása érdekében meg is kell trágyázni. Igen, azt majd fogjuk. Oké. Okay. Mehet a következő gyerekek trágyázási alapismeretek. Ah, fasz! Komolyan mondom, olyan, mint hogy iskolába lennék, halljátok? Hát rendesen suliba érzem magam. Trágyázási alapismeretek óra indul. Megyünk ki a terepre. Hát, úgy érzem magam, mint a vépen lennék, srácok. Ilyeneket kellett tanulni mindent. Aki egy traktoros suliba járt vépre, vagy valahova, az már írja le, hogy ilyen hasonló dolgok voltak. Bármint így trágyázási alapismeretek, meg ilyenek. Ne szórakozzál, nálam izé volt ilyen anyagismeret, mert nem tudom, amikor tanultam. Meg szakrajz. Na! Ez a bemutató áttekintés nyújt a műtrágyázásról. Ismerd meg, hogy hogyan kísérheted figyelemmel a szántóföldek állapotát, mely műtrágyát választ a földethez, és hogyan számolt ki a szórási mennyiséget. Mi van? Én számoljam ki a szórási mennyiséget? Úristen, a műtrágyák különösen a növekedési időszakban hatékonyak. Ilyenkor mindig fontos egy adott céltartomány. Túl kevés vagy túl sok műtrágya alkalmazása esetén a növény lassan vagy egyáltalán nem fog fejlődni. A legtöbb műtrágya egyéb összetevők mellett három fő tápanyagot tartalmaz. Nitrogén, foszfátot és káliumot. Minden növénytípusnak eltérő igényei vannak a tápanyag összetétel tekintetében. Például, míg a takarmányfű esetében kb. 300 kg kálium per hektáron az arány, a búzának kb. 160 kg per hektár a megfelelő. Ezeket a követelményeket a földterület menü tartalmazza. Menj az anyádba, hallod? Most ne haragudjál meg. Megértem az olyan, tényleg, mondjuk, nevezzük úgy, hogy fotel parasztokat, akiknek ez már sok. Hogy ki kell számolnod, hogy mennyi nátrium, mennyi kálium és mennyi foszfát kell a földnek.
különböző növényeknek, de hát ez megint a full realitás. Különböző típusú műtrágyák léteznek, amelyek konzisztenciájukban és szórási módjukban is eltérnek. Például szarvasmarha hígtrágya, fermentált anyagok és ásványi műtrágya, amelyeket pelet formájában szórnak, vagy folyékony műtrágya, amelyek permetezőképpen terítenek. Nem hiszem el! Nem hiszem el, nem fogja fel az agyam, gyerekek! Komolyan! Különböző műtrágya típusok különböző összetevőkkel is rendelkeznek. Mesterséges műtrágyák akár egy-két... Ja, hogy nátrium, foszfát, kálium szinten is feljebb lehet léptetni. Jó. Először nézzük meg a szeltőföldet jellemző mérőszámait. Ez a felterületek menüben történik. Na basz meg. Na gyerekek, hát nézzük meg, hogy mi kell ennek a földnek. Mit csináltál? Megbolondulok, gyerekek, megbolondulok. Na, és akkor mit? Birtokolt? Igen, ez az. És mi van? Mit kell néznem? Ez az, igen, és mit kell? Itt van a nitrogén. Itt, ja, hogy mennyi növekedési tényezők? Itt írja, hogy a nitrogén szintje az elég alacsony, vagy mi ez? Ez mi ez, hogy annyi kell neki? Foszfát, kálium. Mi a fasz kell nézni? Na, itt van, várjál. Az árpa viszonylag ellenálló növény, amely az optimálisnál rosszabb körülmények között is jól teljesít. Ugyanakkor kevésbé télálló, mint például a búza vagy a rozs. Bár a nyári árpa termése alacsonyabb, mint az őszi árpáé, növekedési ideje különösen rövid, kb. 100 nap. Oké, gyerekek, oké, én értek mindent, bazzi, de mi fasz van itt, gyerekek, mi? Ide agronómus, tényleg valaki írta, hogy azt, gyerek, még csinálod ezt a tutoriát, agronómusként nedvesség, hőmérséklet, és ott van, hogy milyen tartományban jó, gondolom. Én megőrülök. Mit köréznám, ha? Lépjünk ki innen, meg talán... Folytatás. Ezen a területen később kukoricát fognak termeszteni. A trágyázási referencia megtekintéséhez itt választható későbbi ültetni... Kívánt növény, gyerekek! Hallod? Tehát azt is kell figyelembe venni, hogyha milyen trágyát, milyen nátrium, foszfát és kálium szint igénye van ennek. De ugye az is fontos, hogy a következő idényben mit szeretnéd ide ültetni. A növekedési tényezők tartalmazzák az összes fontos információt a növények tápanyagellátásáról. A csík jelzi az állapotot, a beállított referencia értékhez képest. A csíkon szereplő mennyiség az egész mező átlagát mutatja. Ha már vetettél valamilyen növényt az adott területen, akkor a megfelelő referencia értéke automatikusan beállításra kerül. Mivel azonban még nem ültettünk semmit, magunknak kell beállítani a referencia értéket. Ja, hogy? Aktiváld a nitrogénszint megjelenítését. Igen. Rövid számítási időszak követően a térkép megmutatja az aktuális tápanyag állapotot. Az állapot a kis térképen is megjelenik. A kijelző rendszeresen frissül, amikor ez a funkció be van kapcsolva. Ez azt jelenti, hogy mindig van áttekintés az elosztott mennyiségről. Fű, bazz, gyerekek. A föld jelenlegi állapota következő. Átlagosan 50 kg nitrogén, 20 kg foszfát és 50 kg kálium. Igen, jó, rendben, oké, ez jó, és? Ha megnézzük a kukorica termés referenciáját, ja, itt van a termés referencia, igen, ja, értem, nem, ez úgy van, hogy kb. Mire kell neked belőnöd. Megnézzük a kukorica termés referenciát, akkor a műtrágya mennyisége a mezőn túl alacsony, összesen 195 kg nitrogén, 86 kg foszfát és 193 kg kálium szükséges a területhez. Ha kivonjuk a jelenlegi mennyiséget az elvártból, akkor láthatjuk, hogy 145 kg nitrogén, 66 kg foszfát és 143 kg kálium per hektár hozzáadására van szükség. Gyerekek, kezd ledobjani az agyatok az ég szíjat. Most már tudjuk, mennyi műtrágyára van még szükség a szántóföldön. A cél tehát a hiányzó nitrogén, foszfát és kálium mennyiség kiszórása. Ki kell választani a megfelelő műtrágyát, amely hozzávetőlegesen a szükséges arányokat tartalmazza a hiányzó mennyiségekben. Ehhez a műtrágya kalkulátort használjuk.
Most ez mi volt? Be kell zárni? Menj a kompjúterhez! What the fuck? Megy a kompjúter. Hol a kompjúter ebbe az? Na, üljünk le. Na még bazzeg, itt tényleg. Ah. Van, oké. Okay. A műtrágya kalkulátor segítségével kiszámolható a cél. Nitrogén foszfát-kálium szinthez szükséges mennyiség. Ahogy azt korábban kiszámoltuk, kb. 140 kg nitrogén, 66 kg foszfát, 143 kg kálium per hektár a helyes érték. A mennyiségeket tehát nagyjából 5-2-5 arányt követik. Ezért ilyen hozzá vetőleges arányú műtrágyát kell keresnünk. Bazd meg, mi van? És hol keressem? Mit kell? Várjál. Folytatás, jó? Görges kétszer balra a műtrágyákon a szennyvízcsap menüig. Az hol van? Mivel a mezőgazdaságban elérhetett alapanyagokkal szeretnénk trágyázni, több különböző lehetőség közül választhatunk. Nézzük meg először a szennyvíziszapot úgy, hogy a felső sorban lévő gyilag kétszer balra görgetünk a műtrágya listán. De hol van itt? Hol? Itt ez. Granulát műtrágya. Granulát műtrágya, nyomt foszfát. Nem, ez nem jót nyomok, szerintem. De ez egy jót nyomok. Karbamid. Szuperfoszfát. Szarvasmarha hígtágya. Mit kell? Szennyvízcsap menüig. Szennyvízcsap megvan. Görges egyszer balra. A BGP fermentált anyagok elemig. Aha. Hun. Öcsém. Jó, igen. A BGP fermentált anyagok a következő NPKN szintén szintet mutatják. 0,6% foszfát mennyi, kálium mennyi, tehát 6-3-5 arány. Tehát közel vagyunk az 5-2-5 arányhoz, de nézzük meg, hogy tudunk ennél jobbat is választani. Tehát 5-2-5 arányt kellene nekünk kiválasztani. Igen, 5-2-5, ez jó. A szarvasmarha hígtrágya a biztosítja a legjobb egyezést a nitrogén, a foszfát és a kálium aránya esetén. Nagyjából... Na kúg, macska! Ide szólsz a szőnyegre, szétvágom a fejedet! Komolyabb oldal. Jó, oké. Okay. Megvagyunk. Igen, állíts be a mennyiséget 30 ezer kilogram per hektár értékre. Hülye vagy, baza? Na, akkor be kell állítom én 30 ezer. Gyerekek, nem fogok tudni mennyiség módosítása. Ott kell, ugye? Itt van a hektár, 30 ezer hektár. Vagy 30 ezer kilogram per hektár. Ez hogyan? Nem tudom átírni. Nehogy majd végig kelljen kattolnom. Ja, várj, itt van, hogy mennyiség módosítás. 30, és akkor... Várjál. Meg kell állítanom, 30 ezer kilogram. Gyerekek, ezt a videó... Soha a videós életben nem fogunk emlékezni, már most látom. Basszak, nem azt akarok. De hogy itt ezért megijed, és meg kell állítani, megbordul a képből. Oké, okay, most a jobb oldali ablakon látható azok a nátrium, foszfát, K mennyiségek, amelyek a megadott intenzitással tevezünk kiszórni. 30 ezer kilogram per hektár szórási sebesség pontosan előzetesen kiszámított tápanyag mennyiséget eredményezik. Vaj, de jó végre! Most már tudjuk a műtrágya típusát és a szórási sebességet a gépbe állítható és meg... Bazen, be is kell állítani még a gépet?
Oké, okay. Igen, minden jár, műtrágya szóra esetén lehetőség van a szórási mennyiség beállítására. Ez lehetővé teszi a megfelelő mennyiségű tápanyagot juttasd a szántóföldre. Ha a műtrágyáról, a szántóföld állapotáról és terméstől függően kell beállítani az adagolási mennyiséget, hogy garantálható legyen a növény optimális tápanyag ellátása. Fú, te! Igen. Mit kell még? Igen. Állítsd! Hogy kell? Hogy kell ezt? Hogy kell fölfele, meg lefele? Aha, jó. 30 ezerre be kell lőni. Jó, tudom, most már úgy kell mozgatni. Jó, jó. Rendben. Kapcsold be az iszap kocsit. Kapcsolt ki a zárd be a radiális menüt. Végezd el az első soron! Jó, oké, értettem. Mit be kell kapcsolnom, vagy valami? Be van kapcsolva? Gyerekek! Várjál, már szétrugatjuk a talajt. Kör neki egy összkereket, mert mindjárt széjjel rúgja a Verda. Na az -e! Csináljuk, fasza? Csináljuk, mutatja. Ugye? Ott szerintem piros, ott nem lett jó. Legvégén, látjátok? Jó, végzem a műtrágya szórás, gyerekek. Sebesség is nem mindegy. Nyisd meg a földek menüt. De most mi? Várj, hadd érjek a végére, vagy nem tudom. Ha most megnézzük a szintet és a ritrogét térképet, átlag emelkedése jól látható. Ahogy rohadt, jó. Bár a hiktrágya jól megfelel a kukorica igényeinek, előfordulhat, hogy a földterület sajátosságaihoz nincs tökéletesen megfelelő műtrágya. Ilyen esetben néha többször kell műtrágyázni, különböző típusokkal és egyes tápanyagok, nátrium, foszfát vagy kálium szint specifikus növelése érdekében. A következő példában mezőnknek nitrogén és foszfát hiánya van, de további kálium bevitelre nincs szükség. Jó, nyisd meg a földterületek menüt. Igen, igen, első részben hasonlóan nézd meg a mező jelenlegi átlagos szintjét, a nitrogén és foszfát egyaránt alacsonyabb, a tartomány beesik. A búzát nemrég vetették erre a mezőre, így már kiválasztották a termés referenciát. Itt ugye már látni, hogy mennyinek kell lenni. Látni, hogy a nitrogénünk az kevés, a foszfátunk kevés, viszont kálium az majd, hogy nem tökéletes, látod? Oké. Okay. Igen, látom egyébként. A foszfát és a... És keressük ki a megfelelő műtrágya típusokat és mennyiségeket. Jó, akkor olyan kellene nekem, amelyik konkrétan káliumot nem ad, hanem csak nitrogént és foszfátot, ugye? Figyeljetek, nem adjuk fel, bazze, akármennyire is nehéznek tűnik, viszont hogyha ebbe belejössz, akkor ez itt azért... Tényleg agronómus leszel. Körgesd le az MP1227 műtrágyáig. Először nitrogén foszfátásványi műtrágyát használunk. Nitrogén és foszfát hiány ellensúlyozására. Jó. MP1227. Olyan kellene nekünk, vagy nem tudom. Itt van, igen. Az MP1227 körülbelül 27% foszfátot tartalmaz. Hozzávetőleg 280 kg, ha értékre van szükségünk ahhoz, hogy foszfát kapjunk el is be a mennyiséget. 280 kg per... Várjálom, jó. Igen. 200 kg...
80 kg per hektár kell nekünk ebből, igen, valójában az MP12-27 összetétel miatt már van némi nitrogénünk, kb. 35 kg, de nem elég. Ezért egy második trágyázási körre van szükség, kifejezetten a nitrogén számára. Válasz ki az UN28 oldatot második műtrágyaként a második sorba. Az UN28-at kell kiválasztani, második sor. Annyira nem nehéz ám minden, mennyire annak tűnik, csak hogy ki kell számolnod a dolgokat, az azért nem egyszerű. Itt van, igen. Mivel összesen 120 kg nitrogén van a szükségünk, ezért még hiányzik 70 kg, amit az MP12-27 és az UA28 kg fog együttesen kiadni. Tehát az MP12-27 szórása után még mindig van kb. 35 kg, amelyet az UA28-nak kell biztosítani. Állíts be a 100 kg mennyiséget a kívánt 35 kg nitrogén szint eléréséhez. Igen. A két műtrágya típus kombinációjával elérjük a nitrogén és a foszfát célértéket. Itt az első adag terítésének ideje. Ehhez műtrágya szólót használjuk. Folytatás. Valaki mondta, most kitérdék arra, hogy hagyjam a tutoriált, hanem vágjak bele. Vágjak bele a free playbe. Gyerekek! Hát a világon nem tudtam volna. Világomat nem tudtam volna. A kiszámított MP12-27 mennyiségét most szóróba kell konfigurálni, hogy elkerülhető legyen a túl magas vagy túl alacsony foszfát érték. Mennyi volt, mennyire kellett, ezeket mind azon meg kell jegyezned, hallod, mert különben fogalmat se lesz. Mennyi volt 275 kg, ugye? 275 kg, ra kell állítani. Oké. Okay. Hajjá, nem jó, 275, oké. Okay. És akkor, be van 275, és mehetünk is. Nagyszerű, jó. Csináljuk, ez már mindjárt nem, nem olyan nehéz. Látjátok, a területet nem is nagyon csapjuk szét. Oké, okay, szuper. Jó. Jó vagyunk, és látjuk a mini térképen, ugye. Az elején kiszórtam egy csomót már a másikból, aztán ott íze kiségett szerintem a nem tudom milyen gabona volt. Rohant jó. Ó, bazd a gyerekek, itt tényleg, itt... Ez szimulátor. Ez nem úgy szimulátor, ez nem tudom, ez körülbelül olyan, mint egy ilyen, amikor vannak olyan játékok, hogy ilyen... nem tudom, vagy nem játékok, hanem amikor így segítenek az űrhajósoknak, vannak ilyen szimulátorok, amiben például csatlakozzanak az űrállomáshoz, tudjátok, a felszálló egységgel, és abban, hogy gyakorolnak. Hát ez körülbelül olyan szint, hallod? Hogy most figyelj, valaki, ezzel egy csomót játszasz, és akkor elmondod, egy találkozol egy rendes mezőgazdásszal, és megmondod, hogy hát, és mennyi a nátrium, meg a kálium, meg a foszfor érték ennek a földnek, és akkor hogy számolod ki, meg miért használsz, milyen értékeket. Gyerekek, ennek itt, az előző részekben pont arról beszéltem, hogy szerintem traktorosokkal biztos, hogy értekeztek. Tiszt traktoros, és akkor ezek elmondták, hogy ezt hogy művelik a földet. Itt most már biztos vagyok benne, hogy egy ilyen 10 darab agronómus is ott volt a fejlesztés alatt, és ott ültek, és akkor mondták az értékeket, mondták, hogy van. Ezt ember, ezt könyvből, meg ilyen dokumentációból, ezt nem tanulod meg. Ide olyan emberek kellek, vagy pedig ilyen tanárok, akik tényleg mezőgazdasági dolgokat tanítanak. Én nem tudom, milyen mélységekig fog még elmenni ez a játék, tényleg. Most vagyunk körülbelül a... igen, és akkor ugye most ki kell szórnom. Mi az? Megint? Ja, ez folyékony volt? Ja, hogy az folyékony volt? Száz. Ja, ezt nem is gondoltam, hogy az folyékony. Én azt hittem, hogy az izé. Ó, bazze, hallod, gyerekek, kétszer kell bütrágya, az micsoda dolog van. Mi? Megkapcsoljuk. Meg is várjuk a radián menüt, aztán már indulunk is. Masz, böszme jó. Nem találok szavakat, gyerekek, komolyan mondom, nem találok szavakat. Kicsit kinyitom. Biztos jót tesz nekünk, amikor éppen műtrágyázunk. Ja, brutális.
Brutális. Nem tudom, milyen mélységekig fog elmenni még ez a játék, de ez eszméletlen. Hát ez körülbelül olyan szint, ez 2024-es szint mezőgazdaságban. Tehát olyan precíziós mezőgazdaság. Ez nem az az 50-es évek szinte, bár ott is valószínűleg azért volt már műtrágya, és tudták, hogy miért mit raknak, és miért kell nátrium, meg miért kell foszfát, meg miért kell kálium a földnek. De szerintem így a nézőknek a 60%-a nem tudta, hogy gyakorlatilag a műtrágyázás az úgy működik, hogy kálium, foszfát és nátrium szintet kell számolnod. És tudnod kell, hogy éppen a Földön milyen nátrium, kálium és foszfát szinten van, és az aktuális műtrágyákban milyen nátrium, kálium és foszfát szint van, és hogy be kell állítani ezeken a gépeken, hogy mennyit szórsz ki. Hogy nem az van, hogy bekapcsolom Farming Simulator, megnyomod a B-t, aztán végigmész rajta, le van műtrágyázva. Egyszer végig, kétszer kell végigmenni, vagy egyszer kell végigmenni, beállítod a menüben, jó van. Tök mindegy, hogy mit csinálsz, minden egy ugyanúgy működik. Jó, és tudom, hogy bonyolult, de ez szimulátor. A Farming Simulator nem szimulátor. És most, hogy a kettő közt látjuk a különbséget, szerintem így, így látszik leginkább, hogy a Farming Simulator nem szimulátor. Nem, srácok, de most tényleg. Várjatok egy pillanat. Annyit csinálok, hogy le akartam kapcsolni a motor. Ez a motor lekapcsolás. Na, hadd mondjam el, mivel valószínűleg, hogy ez volt az utolsó tutorial most, ez a játék, ez szimulátor. És így tényleg ennek a fényébe, meg ebből a szemszögből vizsgáljuk, hogy ezzel a játékkal már játszunk. Így már kijelentető, hogy a Farming Simulator nem szimulátor, vagy ha az is valamilyen szinten, akkor egy ilyen nagyon casual játék. Körülbelül ennek a bonyolultsága, ennek a játéknak a bonyolultsága és összetettsége és szimulátor jellege olyan viszonyban áll, és ez tényleg, én biztosra azt tudom mondani, minthogyha ez lenne egy szimulátor PC játék, és Farming Simulator bonyolultsága és összetettsége és szimulátor jellege ott van, mint egy telefonos játéké. Hogyha azt, ne a izét nézzük, ne a grafikát, mert az körülbelül mondhatni egy szinten azért meg is van, ne azt nézzük, hogy a fizika is az meg az egekbe van ahhoz képest, de az összetettsége és a szimulátor jellege az meg mint ide izé makójára, vagy ide kenya, érted? Nem tudom kifejezni, mekkora különbség van. Jó, a marhatrágyázás jön a következőbe. És a 17. oktató anyagnál vagyunk, gyerekek. Ez milyen mélységekig fog elmenni ez a játék? Tudom, hogy ez egy kicsit nyers volt, és tudom, hogy ez egy kicsit ilyen nehezen felfogható volt, de bele fogunk ebbe jönni, és szerintem ez nagyon érdekes lesz továbbiakban is, hogy milyen mélységekig fog ez elmenni. Hogy gyerekek, ideig jutottunk, hogy tényleg ki kell számolnunk a Földnek a nitrogén, kálium és foszfát igényét, és azt be kell állítanunk a szórón, hogy mennyit szórunk ki, be kell állítani, hogy ki kell számolni a kompjúteren, hogy éppen miket fogunk használni, hát ez nem tudom. Gyerekek, le a kalappal a készítők előtt, ebbe annyi munkaórát fektettek, és képzeljétek el, hogy van egy játék, amiben általában grafikát, engine-t, meg különböző játékmechanikai dolgokat fejlesztenek. Legyen ez egy FPS, ennyit kell fejleszteni. Viszont ennek a játéknak mondjuk 30%-a volt ez szerintem, és a 70%-a a kutató munka és rengeteg ismeret feltárása, begyűjtése és ezeknek az integrálása ebbe a játékba. Úgyhogy ez, gyerekek, szerintem rohadt jó. És nyugodtan vitatkozzatok velem, tényleg. Komment szekcióban induljon meg a vita, én is bele fogok szállni, de semmiképpen nem, hogyha én ellenvéleményezek valamit a kommentedre, az nem támadás, nem szeretnék mondjuk indokokat felhozva beszélgetni erről, oké, srácok? Na, köszönöm szépen a figyelmet, iszonyat, gyerekek, iszonyat, ezt nem tudom elmondani, hogy mennyire mély ez a játék. 17. oktatóanyagnál vagyunk, 51-ből, sehol nem vagyunk még, nem tudom, hogy mik jönnek. Na, sziasztok!